Na. Gyertek. Banda. Okay, everyone. We all know what's at stake. Beta, Gaia. Not to mention life on Earth. Now it might seem like the Zeniths. Ja, hogy nincs is itt a Gaia. We've got what it takes to break into their base and defeat them. We even have one of them on our side. Tilda, show us the base. It is constructed atop the ruins of an ancient military facility on an island to the southwest. Tudom, hogy hol van. I can get us inside. To this location, undetected. How exactly? You'll know when you need to. Once inside, our goal will be this structure, the launch tower. Gaia and Beta are being held at the top. But along the way, we will face overwhelming resistance. Most importantly, from Gerard, Eric, and the others. But also... Once I take away their shields, we should be able to deal with them. But it will be easier to deploy the device if someone else is carrying it. I'll need a strong back. Carry stuff? Yeah, I can do that. Even if your device works... Szerintem fél. Silence inkább átadja másnak. If only we had an army to fight them. I've got that under control. Szevasz Nero, bocsi, nem vettelek észre. Mi a helyzet? Mizu. Belemerültem a sztoriba. Once there, I'll show you the way. Most már a végső csata előtt állunk. Okay. I'll let you know when I arrive at the rendezvous point. And then you can join me. Melózás közben? Do whatever you need. Egy könnyed sámán stream, mi? Understood. You too? Jó, melót akkor neked. Hogy állsz a Tsushima-val? Tsushima-val. Tilda helped me get in touch with Beta, and she told me something important. There's an installation inside the base. It's called a regulator. Here. Once we're inside, I need you two to split off from everyone else and destroy it. So you'll have to bring explosives. This will help stop the drones. Everything depends on it. Milyen drónok? You with me? After that, I want you to find a way to infiltrate the Zenith network. How? Go over all the data that Beta left behind. She knew how to do it, I'm sure of that. All right. But why? What am I trying to do? Find information about Zenith. Anything Tilda's not telling us. Szóval lesz B-tervünk is. Nagyon helyes. I'll do my best. Keep her safe. Okay? Oké, hogy Tilda segít nekünk, de attól még nem lett a barátunk. Ja. Ja, beteg voltál? Hát remélem, most már meggyógyultál. Remélem, meggyógyultál, haver. Oké. Fú, hát nagyon jó a játék. Szóval igazából most másik játékkal nem is játszok, csak ezzel. Végig megyünk rajta, aztán God of War végig. Mert az a baj, hogyha egy ugrálgatok egyik játékra a másik játékra, akkor így kijövök a flowból, nem tudom, valahogy így, tehát hogy nehéz belerázódni újból a játékba. Így meg most így benne vagyok teljes egészében, és így sokkal jobb játszani.
Na most azt mondja, hogy beszélj a társaiddal, opcionális. Veled minden zu? Minden mizu? We're finally doing this. Never thought I'd be off on a mission to take down a bunch of immortals from the stars. I can hear the immortals. Ja tényleg, a Phoenix Immortált is elkezdted. Azzal hogy állsz? I guess I should get going. I'll see you at the rendezvous point. With my hammer ready. I wouldn't have it any other way. Hát azért remélem több embert nem nagyon fogunk veszteni. I hope everybody's ready for this. Oh, az egy komoly fight egyébként. Nothing you do ever is. At least now you don't have to do it alone. Ez igaz. Thanks. I know there's probably a lot on your mind right now, but I was wondering if you were able to install the reboot code on So, T and Do. Stray land gods? No, not yet, but I'll let you know as soon as I do. Thank you. I should go. Na most előbb meg kellene csinálnom ezeket a küldetéseket? Na, milyen szívességre. Aha. Nem már. Make sure you stay alive to do so. Let's just try it. Ez komoly? Hogy így áll hozzá? Kész. Jó, összeink a többiekkel is. Nervous? I'd be lying if I said I'm not slightly apprehensive. The plan will work if we all focus on our assignments. Right. I need to get going. I'll be at the rendezvous point. May truth lead us to victory. Kicsit zizi ez a csaj. I haven't forgotten about the data on Leviathan. I'll let you know when I make it back to landfall. Thank you. Tök durva. Tök durva, hogy ezeket is beleszövi, ezeket a jeleneteket is az egészben. Na, hát ezeket a funkciókat szereztük meg, aztán el is veszítettük Gájával gyakorlatilag. There you are. Na, Tilda. Dumáljunk. Despite my reservations, you managed to secure Silence and his weapon. You're truly a shining example of Liz's fortitude. I've been thinking about what you said at your house. How you were friends with Elizabeth. Szerintem nem voltak barátok. Wasn't it? Perceptive as ever. You're right, we were together for a time. Oh. Okay, so szerelmesek voltak. What happened? Elizabeth-tel. I was an orphan. I had always been alone. By my 30s, I was starting to wonder if that was simply my fate in life. And then I met Liz. We kept running into each other at conferences. We'd have coffee. At some point, it became drinks. I thought it was just shop talk, an exchange of ideas, but then I was surprised at how much I looked forward to. Kész. Még nem a vége. Még most jön az utolsó megmérettetés, az utolsó csata. Ő itt a Trinity. I could imagine a future where I wasn't. De már a vége előtt járunk egy kicsivel. Elmeséli, ő egyike azoknak, akik régről maradtak, emberek, úgymond, és elmeséli, hogy ismerte Elizabeth Sobeck-et. Ő volt gyakorlatilag a szerelme. So helping me, restoring Elizabeth's dream, it's what, a second chance, yes. I made a mistake leaving Earth while Liz stayed behind. I should have done more. So when I saw you, a woman who has carved her own remarkable path,
beyond even what made Liz a phenomenon. I knew I had to help you. To do right by her. Azért mennyire durva. Képzeld el, hogy találkozol a szerelmed klónjával. Mi? And thank you, Aloy, for giving me this chance. My past has always been a struggle. More than once, I've lost everything. But when I look to the future, I see Liz's dream fulfilled. A universe of new possibilities. De hát a farzenitesek, meg a Zero Dawn Company, úgymond, azok így gyakorlatilag ellenségek voltak. Érdekes, érdekes. Kivel nem beszéltünk még? Zóval beszéltünk, Kotállóval nem beszéltünk még, ugye? So, how are we feeling about the mission? I do not know everything that you have planned, but it doesn't matter. Vakon bízik bennünk, azért ez elég durva. Whatever that will be. Thank you, Cotallo. I'm glad all this brought us together. You brought us together. Lehet, hogy meg kéne csinálnunk előtte. Oh, and by the way, I was hoping we could finally discuss this. Ja, igen, tényleg. If you have the time. Azt majd utána, azt majd offstream megcsinálom. Hát, figyelj ide. Nagyon szeretem ezt a játékot. Nagyon jó a sztoria. Szerintem az eddigi legjobb sztoria, amivel valaha találkoztam. De ehhez kell az előző rész sztoria is. Hogyha ezt a kettőt összerakjuk, akkor én szerintem ennél jobb sztorival én még nem találkoztam. De például az Assassin's Creed-et az másért szeretem. Az Assassin's Creed, de hogyha játszok, akkor az olyan, mint hogyha hazamennék. Ebben meg folyamatosan van valami kihívás, úgyhogy... Szóval azt is szeretem, meg kíváncsi vagyok a következőre, milyen lesz, de gyakorlatilag ezt is nagyon-nagyon szeretem. Megszoptam már ezt a játékot. Na, még a Silence-szel beszéljünk. Bravo. Bravo. Not a chance. I thought you said the weapon was ready. Elég nehéz a játék. Sőt, azok a rutinok, amiket az első részben használtam, azt a második részben nem tudom használni. Since when were you so forthcoming? Úgyhogy egy kicsit, ezért készítek majd belőle egy második videót, mert azon felül, amit az első ilyen tutoriális videóban megcsináltam, az helytáll, de azért érdemes kiegészíteni néhány infóval. Itt a képességfa, a fegyverfejlesztés, a harc is egy kicsit különbözik, úgyhogy... All right, Silence, I think I've talked to you long enough. I'll let you know when it's time to go. And try not to mess with Tilda while you're in here, okay? I don't need the two of you butting heads. Yes. About your Zenith ally. Úgyhogy csak ajánlani tudom. Főleg úgy, hogy ha ismered az előző történeteket, az előzményt. Eleve magas elvárásaim voltak a játékkal kapcsolatban, már nagyon régóta beszéltük és vártam is már ezt a játékot. De nemhogy nem csalódtam. Várját, egy pillanatot. A feeling. Oh, a feeling. You mean you finally had one? Huh. Guess even you can change, Silence. Valami nem stimmel Silence-szel. Mindenki... Ja, nem beszéltünk még izével. Vele nem beszéltünk még. Szóval annak ellenére igazából... Annak ellenére nagyon-nagyon-nagyon pozitívan lepődtem meg. Nagyon jó az a játék. Csak ajánlani tudom. Save my butt with those spectres. Wouldn't feel right to leave it behind now.
Van még egy gép, amit eddig nem szkenneltünk. Kíváncsi vagyok, melyik lesz az. Oké. Nem is tudta, hogy volt egy húga. I found out a few days before you guys went to the Gemini. I was, well, to be honest, I was terrified I'd screw up the mission somehow. So he Mert. Sat me down for a drink, just one, mind you, and we talked about family, Vala, Ursa, loss and revenge, and how you helped us. You know, we never did get that drink you promised back in the 80s, and you never told me exactly how your sister escaped the Mad Sun King. I guess we never got round to it. World ending and all. No time like the present, though. If you're up for it. Egyébként ez egy igazi RPG. Teljes egészében azt tudom mondani. Na várjál már, ígyunk egyet! Ott volt, ígyunk egyet. Egy ilyen lehetőség. Az addig nem is volt ott. Aha, ja. You think it's time for us to finally have that drink? No. I mean, yeah, of course. Oh. Na, mire várt? Ó, milyen jó kis korsója van. Well, first she had to survive the Sun Ring. See, during the war, the Karja threw a prisoner. Ezt a kis szösszenetet még meghallgatjuk, srácok. To die as sacrifices, fighting machines in a pit. Thinking somehow that was gonna appease all the other deranged machines in the world. And when it was Ursa's turn, the Karja thought she'd go down if they threw a big machine at her. Oh, but she didn't. As she defeated all of them. Even got some of Geron's kestrels for good measure. And the Mad Sun King was impressed, I guess. Thought it'd be funny to have her run around his palace as a servant. He enjoyed humiliating her that way. I remember you telling me something about that. That's how she met Avad. He helped her escape. Yeah, but what no Karja scroll will ever tell you is how the young prince snuck Ursa out of the palace. He knew their best chance was to get Ursa to blend in, so he got her everything she needed to disguise herself as a Karja noblewoman. And yeah, perfumes, veils and all. I get the feeling she wasn't too happy with that. Oh man, Ursa would have rather fought her way out of that palace. De milyen élettel teli egy ilyen beszélgetés? But Avad insisted it was the only way, so she agreed under one condition. Avad had to dress up as well. She made Avad dress up like a noblewoman? As perfumed and powdered as a babe. Ursa said he looked better like that than he ever did in a crown. That would definitely make for an interesting sight. Oh, I worked like a charm, too. Not only did they make it out of the palace, they paid a traveling merchant to get Ursa to the border, and none were the wiser. You were right. That was a story best told over a drink. All good stories are. Jó van. I should get going. Na, beszéltünk akkor vele. Én nem tudom, hogy mi az, ami még kellene. Kivel kellene még beszélni? Még Zóval egyet? Mik vannak? Ja, na jó. Opcionális küldetés csak. Most ezt nem játsszuk végig. Jól van, azt mondja, hogy nézzük, hova kell menni. Ehe. Hát itt van egy tábortűz is. Gyors utazunk akkor. Nem itt volt a denevér? Amit egyszer legyőztem?
Oké. Okay. Bajtársak hívása. Ha tovább haladsz ezen a ponton, akkor beleszer zárva a szingularitásba, bocsánat, és nyílt világ nem lesz elérhető számodra a küldetés időtartama alatt. Tudjátok mit? Megcsinálunk még egy küldetést. Még mielőtt bemegyünk, először is elmegyünk a shopba. Hol van? Ebből csináljunk már. Tizet. Elmegyünk ide a shopba. Ide. Úgy. Veszünk egy kaját. És... ja, és akkor utána meg is van. Utána megcsinálunk egy küldetést, amivel lehet szerezni egy fegyvert. Az egyik legerősebb tüskét. Jó, azt mondja, helyi ragú. Igen, ez kell nekem. Úgy. Azt hiszem, itt volt. Azt hiszem, itt volt az a küldetés, amihez repülő kellett. Repülő hátas. Csak meg. Tilt seb a homokban. Tiltott örökség. Nem. Ez volt az. Ez egy mellékküldetés. Repülj a hajó roncshoz. Nézzük már meg. Narancssárga fegyvered nincs véletlenül? Nincs. Hát ezek megvannak. Ugye ez a tüskevető, itt van ez a tüskevető, de ezt most nem veszek meg, mert pont ezt tudja. Ja, itt nem lehet. Várjál, akkor ki kell menni. Remélem, ti jobban láttok, mint én. Hello. Oh! Titkos helyre bukkantam. Na. Így. Na, nézzük csak. Kicsit felemelkedünk. Ez az éjszakai küzdelem. Ja, hogy az olyan messze van. Aha. Oké. Okay. Kicsit magasabbra. Úgy. Aha, így is tudom használni a fókuszt. Szuper. Keresek, kikkel kell megküzdeni. Valami hajóroncsról beszélt.
Aha. De azok csak izék. Fagymadarak. Kérdés, hogy le tudom-e szkennelni innen őket. Ah, van pár fajta állat. Kroki, oké, egy van bent a vízbe is. Jó, igazából nem tűnik túl vészesnek. Kérdés az, hogy hol van a... Ajaj. Vízben nem tudok harcolni. Ezért lehet rossz. Strike. Kaptam. Na, te meg mit lövöldözel itt? Cirkuszol itt? Kellett ezt? Kellett ezt komá. Még van egy csattanófog. Ott az enyém. Jó. Ő nem harcol, hála az égnek. Ott van a vízbe. Jó. Na most a kérdés? Aha. Ezt kellett megkeresni? Á, megvan. Csak ennyi? Jó. Fosztogató törmelék halom. Vannak még cuccok, azokat összeszedem. Jó, sok. Hogy ezek a víz alatt vannak. És nem is akármilyen. Várja, ő neki mi a hatásos módszer? Szerintem elég erősek vagyunk most már, nagyjából. Majd mindjárt. Még. Ó, várjál, mert az rosszul. Ez valami easter egg lesz itt?
Oké, ez jó jött. Valahogy oda el kéne jutnom. Gyere, értem. Gyere, értem, és akkor... menjünk már ide. Hogy... helyes. Ezt mind elköltjük. Oké. Itt is van még egy, meg ott egy lila láda is. Nagyon jó. És kellett volna. Oké, ez is jó. Van még valami? Aha, ott van még valami. Milyen hajó ez? Ez elég régi lehet ez a hajó. Ja, nem is régi ez a hajó. Valami olyasmi volt a sztoriba, hogy ez a hajó annak a testvérpárnak valakinek a valakije. Na. Nem is mindig kap föl. Egy másik. Sőt. Vagy három hajó van. Ó, és lassan reggel lesz. Az jobban is szeretjük, mint az éjszakát. Éjszaka a játékban elég nehezen lehet látni. Viszont a nagy csata előtt csinálok magamnak még egy kávét. Ki tudja, meddig tart majd. Meg lehet, hogy kéne még craftolni csapdát. Megnézzük majd ezt a fegyvert. Not you're back. Is that? I'm sorry. It's megvan az iránytű. Our last hope. No. There has to be a way to fix it. How? Mm-hmm. We just need to replace the batteries and the sensor unit. Right, because they're just lying around a jungle for us to find. Szóval el kell mennünk még vadászni állatokat. The ancient fleet. It might have what we need. What ancient fleet? When we abandoned our ship, we were washed ashore on a beach southwest of here. There were ships built by the ancestors there. Overseer Bohai will never let us go there. Oh. He won't risk losing any more Vannak olyan hajók. He needs us to guide the fleet home. No one's going home without a working gyro compass. I can get them for you. You'll need to look for a sensor unit. They're usually on a ship's antenna. And batteries, three of them. They're small, három. So they might be hard to find. Egy érzékelő meg három akku. We put our faith in you once again, ancestor. Na jó, hát akkor ezt még megnézzük. Na jó. Hol van ez? Ó, egész a másik felén. Mert itt egy tábortűz. Ezt oda elutazunk most gyorsan. És akkor innen megyünk. Helyes. Thank you.
Ó, ezen a részen nem is jártam még. Ott van egy. De itt van egy tépőtövis is. Ott van. Az nem jó. Jó, akkor ezt el kéne intézzük, ezt a tépőtövist. Itt jó lenne leereszkedni. Na akkor lesz még egy boss gép fight. Az a baj, hogy... Hát ott a hajó. Na jó. Hát ez nem így kellett volna. Na mindegy. Belandoltunk. A franc történt. Ja, hogy hirtelen is föl tudok rá ugrani. Aha, oké. Na. Először is meg kéne néznünk, hogy igen. Ha, fagyvíz sebzés. Szóval akkor ide tolunk pár csapdát. Fagyvízből. Hogy megtámad. Úgy. Az elég messze van. Egy. Kettő. Három. Négy. Max kihelyezett csapdaszám. Úgy bizony. Megvárjuk, hogy jöjjön. Aztán megsorozzuk. Fagysemzéssel. Ez jó lesz. Skampó. Skampózik. Ez elég nagy öt robban. Az a négy csapda ott. Remélem azért én életben maradok. Pucsó, ez az kapta. Jó, megvan. Hát végülis ez annyira nem vészes.
Hát kell kutatni a helyet. Magyar nem volt vészes egyébként, mondjuk egész sokat elhasználtam. Inkább a csapda az, ami neccesebb, de hát a csapdákból is maradt még egy csomó, úgyhogy... Úgyhogy... Na, most már hívhatjuk a madarat. Hello. Úgy. És akkor kutassuk át a helyet. Na, itt van. Ez az. Erről beszéltem. Igen. Ha ott van valami. Akkumulátor. Oké. Okay. Három kell. Na, ott van egy valami. Ja, hogy kell még hajó. Oké. Okay. Lehet, hogy ezek víz alatt vannak. Mondjuk itt volt valami csillám. Zöld. Ugye ezek olyan... Ezek olyan anyagok, amikből nincsen utánpótlás. Na, a vízből ki tud kapni? Nem tud kikapni a vízből. Na, nézzük. Oké. Okay. Hol lehet még? Ah! Szerintem az is egy hajó ott. Ez is az lesz. Oké. Na. Aha, gondoltam, hogy vagytok. Nem lesz olyan egyszerű. Csak az az egy. Gyanús ez nekem. Hogy csak az az egy van? Máshol vannak? Ha ott is van egy. This is the USS Anchorage, hailing. Anyone who's left. The Medina, the Omaha, and the New Orleans are down. And the swarm just cracked the Harris open like an egg. Incoming! Oh. Hold on! Aha, ott lent van, ilyen megjelölve két helyszín. The lead Horus is heavily damaged. If we can concentrate fire, maybe we can still take it down. I think we've got a pig on the Hamilton! Hogy tudná már megölni egy Horus? Horus képet. We're sailing blind! It sounds like their sensor unit was taken out. They were trying to reach other ships. Guess I should find the batteries now. My focus should pick them up. Szerintem...
Szerintem valahol, szerintem ezt jelzi a gép, nem? De az csak az egyik, nem? Hol lehet a harmadik? Ez csak egy ős értéktárgy. Na, akkor megvannak. Akkumulátor, és ott meg az is akkumulátor, tehát nem kell csak egy akkumulátor még. De be tudok menni. Aha. Vagy mégse? Nem is erről kellett volna bemenni, mi? Na mindegy, most már bent vagyok. Oké. Megvan. Megvan. Micsoda, mit mond? Menj! Átvitel koordinátához. Ja, hát akkor ezt szerintem gyors utazással fogjuk megoldani, mégpedig... szerintem valahonnan innen. Ja. Itt küzdöttünk meg az egyik robaj pofával. Ez az. Oh, szeretem, hogy lehet repülni a játékban. Azt többször már nem mondom el, de... zseni. Hát. Ja, és így viszonylag gyorsan föl lehet fedezni a térképet, nem mellesleg. Itt van a híd. A vörös San Francisco híd. Hoppáka. Az egy denevér. Na. Annak kell a foga. Szóval ennek kell a foga.
Ott van. Mi kis célpontunk. Tűzősebzés a hatásos rája. És meg kéne jelölnünk a fogait. Azt hiszem, az kell nekünk. A foga. Az baj, nem csináltam küldetést hozzá. Igen, az agyara volt, az agyara volt. Nézzük csak meg. Azt mondja, hogy alkatrészt, fém agyar, fontos fejlesztési nyersanyag, alkatrész megjelölés. Na, hát akkor... Ez a kérdés az, csak ezt vissza kéne kraftolni. Óvatosan kell vele bánnunk, az a baj. Mégis hogyan csináljam ezt? Ez az. Mondjuk így. De már másik fegyvertechnika van. Mi történt? Oké. Nem látok semmit. Oké. Nem megfelelően csináltam. Nincs már lőszerem. Mondjuk. Mi történt?
Okay, I should be able to check out that antenna now. Megszenvedtünk érte, de azt hiszem, hogy sikerült megszereznünk, aha. Hát... ebben reménykedtem, de itt van valami még. Szóval lehet, hogy sikerült megszereznünk. Fény magyar, igen. Á, nem, ez csak egy ellátmánykészlet. Csodába. Mondjuk hírt nem használtam nagyon. A játékban egyáltalán gyakorlatilag. Van még valahol? Nem pattant le róla még valami, valahol? Jó. Valahogy vissza kell majd szedni ezeket a izéket. Elhasznált nyersanyagokat. Bár mondjuk egyébként az is lehet, hogy tudok szedni. Na szedjél fel, úgy. Nem is kaptunk még ilyet. Soha nincs jó vége, azt mondja. Gyorsan mentünk egyet, mert még nem mentettem. Még nem mentettem a játékba. Itt van még egy érték tárgykészlet. Azért most bemegyünk. Minden számít. Jó. És eladjuk az összes cuccunkat. És megpróbálok venni egy narancssárga armort. Ha már eddig. Nem jutott nekünk ki belőle. Na az csak egy fegyver, azt nem tudom elraktározni. Itt még az épületben volt valahol. Nyersanyag. Nyersanyagláda, az ott mi? Növény. Aha. Jó. No. Lehet, hogy nem is kellett volna ez. Végülis csak 600 méterre van. Hát ez nagyon jól néz ki. Tudja, hogy fogok még játék után is játszogatni egy kicsit a játékkal. Egyébként így viszonylag egyszerűbb a közlekedés is. Ott van egy leszálló hely fönt.
arra kell figyelni, az ejtőernyőt ki kell nyitni. Na, itt vagyok. Adjad a fegyvert. Thank you. I'll get working on the gyro compass immediately. I'm coming home, Leandra. You've done us a great kindness, Aloy. Christy is not the only one with people waiting back home. She'll be able to fix that gyro compass in no time. We'll never be able to thank you enough. But this should be a start. Megteszi. Köszi. Tell Bohai to contact Alva. I'm sure she can help. May the ancestors steer us true. No. Égölő. Na látjátok, ezért küzdöttünk most, és ez is robbanós. Na nézzük, ez 142-t sebez fejlesztve, ez 244-et, és van neki tűz sebzése is. Nagyon jó. Jó, akkor keresünk egy asztalt. Keresünk egy asztalt. Itt van egy lootos láda. Nézd, már egy fegyver volt benne. Egy aprító kesztyű. Mennyi fegyver? Ez ilyen sokk sebzést tud. Mégis ez is tud sokkot. Oké. Okay. Érted? Csak így itt hevert. Na ezért érdemes mindent kilútolni. Az a játék gyakorlatilag erről szól. Jó, készletek visszatöltése. Na, hello. Úgy. Jó. Munkapad. Nézzünk akkor először is lövedékkészítést. Oké, okay, megvan. Megvan. Ugye most két brutál szörnyet is elintéztünk, úgyhogy elég sok nyersanyagunk elfogyott. Nem baj, mindegyikből kraftolunk. Ezek az aprító dárlák is nagyon jók. Jó, oké, ez megvan, megvan, megvan. Ja, és képzeljétek el, hogy van olyan, ilyen, ki tudok lőni egy olyan csapdát, ami, egy pajzsot ad, egy ideglenes pajzsot ad. Zseniális. Na, nem tudom fejleszteni. Mi kell hozzá? Csúcsvadász, lesvadász szíve. Rémszány főidege, de nem szereztünk egyet most. Ez nem 100%-ba tolja. Viszont képzettségpontunk van, a szintet léptünk. Hát jó, akkor sajnos nem fogjuk tudni fejleszteni, de bele tudok rakni modokat. Úgyhogy annyi van, hogy legalább azt meg tudom csinálni. Ez micsoda? Sosem miatt még lehetne fejleszteni. Inkább a vadász ilyet kéne. Azhoz mi kell? Viharmadár szíve. Vagy vihar ágyúja. Jó. Rakjunk bele. Kiválasztás. Ja nem. Nem itt kell. Nem itt kell. Hanem itt. Tárgylista. És. Igen. Berakjuk ezt. Ez melyikbe van berakva? Szóval nem írja, hogy melyikbe van berakva a robbanási gond. Szerintem a robbanó vagy a cuccba. ...10%-os robbanósebzés, 12%-os. Az egyiket belerakjuk.
Azt hiszem a zöldek vannak még benne. Úgy. Csak megnéztem, hogy a tűzsebzésre mennyit tol. Jó, és akkor még egy robbanó van itt. Tudod mit? Inkább a tűzre rakok. Úgy. 283. Az szép. No, és akkor a csúzliból akkor egy kikerült? Nem, abban van benne az egyik kék. Jó van. Szerintem egyébként jól állunk. Azt gondolom. Visszatöltöttük a készleteinket, mindegyikből van elég. Ja igen, akartam venni. Nézzük meg, itt az armorosnál van-e olyan armor, ami narancssárga. Nincs. Szövés. Talán menjünk el még akkor ide. Egy utolsó meetingre, aztán indulhat a móka. Indult a móka. Úgy. Most úgyis éjszaka van. És pajzsost kell megkeresni. És van a pajzsos. Ez fönt kell, hogy legyen, nem? Tetomáló. Ja. Itt. Na nézzük. Hello? Igen. I wanna talk to you. Ah, itt van. Tenak taktikus, de nincsen. Csúcsvadász siklófog szíve sincs. Meg csúcsvadász rémszár szíve sincs. Ó, pedig ezek azért elég erősek fejlesztés nélkül is. Hát nem fogunk tudni. Jó, nem fogunk tudni sajnos venni, mert nincsen. Úgyhogy... elköltjük a képzettséget 7 darabban láthatatlanságra. Így is van. Ez teljesen rendben van. Igen, és szerintem egyébként majdhogy nem kimaxoltuk. Szerintem azt a 7 plusz szintet azt csak úgy lehet elérni, hogyha tényleg megcsinál. Az izgatja még itt a fantáziámat, hogy itt mi lehet? Melyik az a gép, amiket még nem szkenneltük be? És ez nem is egy olyan erős gép. Ráadásul még itt is van egy. Tartok tőle, hogy ez valami nagyon brutál, über, nagyon durva gép lesz. Valami szuper dinoszaurusz. Na jó. Akkor viszont csináljuk azt, hogy itt van még képzettségpontunk, ezt valami statra érdemes lenne elkölteni. Mondjuk... gyorsabban lehet csapdát készíteni. Szerintem az arra kéne inkább, hogy gyorsabban rakom le. Jó. Legalább akkor ezt is állokkoljuk. Mi ez? Erősíts meg az eltökéltség növel elemi támadások halmozódását és hatását. Miközben jobban ellenállsz szellemi sérüléseknek. Végül is egész jó. Egyébként ezt kellett volna benyomnom, amikor csapdákat toltam. Mert ez plusz 100% sebzés. És majdnem a harmadát egyébként leszette. Szóval... kilő köréd egy készlet lebegő aknát. Az micsoda. Jó.
Na hát szerintem ez a max, amit most ki tudtunk hozni így a játékból, úgyhogy szerintem vessük bele magunkat a csatározásba. Én szerintem nem nagyon tudnánk mást még vásárolni, mert szerintem mindenünk megvan. Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy hol kell mennünk. De megyünk, és akkor egy pici szünet, egy pár perc, készítek magamnak egy kávét.